A Sóstói Múzeum falu régóta szoros kapcsolatban áll a Debreceni Egyetemmel. A Skanzenben dolgozó néprajzos múzeológusok nagy része ebben az intézményben végezte el tanulmányait. Fontos volt azonban, hogy ezt a szakmai kapcsolatot összehangolják, struktúrát formában öntsék. Ezt vetettük most papírra, egy együttműködési szerződés köttetet, és reméljük, hogy a jövőben ez nem csak papíron marad, hanem tényleg valóban gyakorlattá válik. Érzékeljük már, tapasztaljuk, hiszen elindult egy közös kutatás a szatmári svábok kapcsán, amiben ugye a Sóstói Múzeum falu első telepítési tervében is szerepelt már egy sváb portálnak a bemutatása, azonban ez nem valósult meg. Most itt a lehetőség arra, és már a 21. órában jár, hogy a szatmári határon belüli települések, ez nagyon korlátozott számú, tehát 3 településről beszélünk, onnan még tudunk szerezni épületeket, illetve tudunk adatokat gyűjteni, azt meg kell tegyük most, és a jövőben az a célunk, hogy akár rekonstruálva egy sváb porta kerüljön a Sóstói Múzeum falu területére. A közös kutatások és konferenciák szervezése mellett fontos az is, hogy a szakemberek lépést tartsanak a változó világgal. A felnövő generációnak ugyanis a magyarság tudata már összetettebb, mint a régebbi korokban. Ezért fontos, hogy a publikációk ne csak a szakmának szóljanak, hanem azoknak a laikusoknak is, akik fogékonyak a magyar népi kultúra és hagyomány iránt. Ebben a modern világban már nincs meg. Ebben a modern világban már csak az van meg, hogy különböző fesztiválokra eljárunk, és annak van valamilyen hagyománya, de mégsem ez a mély gyökér a lényeges, hanem az, hogy eszünk, megiszunk valamit. És hogyha van egy ilyen helyünk, mint a Sóstói Múzeum falu, ami tényleg a vidéki Magyarországnak a legnagyobb skanzene, akkor hogyha már valaki idejön, akkor kapjon olyan útmutatást, ami közelebb viheti az őseinek az életformájához. Ehhez azonban az intézményeknek is változtatni kell a tanítási módszereiken. Ma már elsődleges szempont, hogy az oktatás élményközpontú legyen. Tele vagyunk, hál' Istennek, néprajzszakos hallgatókkal. Mi azt szeretnénk, hogy ez egy gyakorlati, gyakorló helye legyen a néprajzi tanszéknek. Tehát, hogyha kijönnek ide a hallgatóink, az elméleti tudással, amit megkaptak a tanszéken, akkor itt a gyakorlatban is nézzék meg, hogy hogy kell egy tárgyat konzerválni, hogy kell katalogizálni, hogy lehet enteriőrbe elhelyezni, mit jelent a néprajzi tárgy, milyen rendezvényeket lehet itt szervezni. Tehát mindent, ami a gyakorlati múzeológia munkának a része. Tehát erre szeretnénk kihegyezni ezt a megállapodást. A hétfőn aláírt szerződés határozatlan időre szól. A múzeum falu igazgatója azt reméli, a szerződés igazgatókon átívelő projekt lesz, hiszen fontos, hogy egy felsőoktatási intézménnyel karöltve végezzenek érdemi munkát a skanzenben.